Óriási veszteséget jelent a baromfi ágazatban az import tilalom. A Mastergoodnál már most 100 milliós a veszteség. A piac kiesés több hónapig is eltarthat. A feldolgozó üzem igazgatójával tegnap délután beszélgettünk. Madárinfluenza miatt egy békésmegyei pulykafarmon 9000 pulykát kellett levágni. Az eset miatt több Európai Unión kívüli ország is megtiltotta a magyar élő baromfi és a különböző baromfi termékek exportját. A Mastergood cégcsoportot is érinti az intézkedés, több mint 100 millió forintos veszteséget jelenthet ez a cégnek, mármint hogy az import tilalom. A cég vezetője és tulajdonosa Bárány László van nálunk a stúdióban. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ugye már a hét elején, illetve az elmúlt hét végén lehetett hallani erről az esetről, a madárinfluenzáról, ami egy békésmegyei pulykafarmot érintett, de akkor még nem lehetett arról tudni, illetve nem lehetett azt gondolni, hogy ilyen hatása lesz. Indokolt-e az ilyenfajta óvintézkedés? Kezdjük talán ezzel a kérdéssorral. Az indoklással én kevésbé foglalkoznék, mert ez minden ország saját állategészségügyi óvintézkedése, és annak a, hogy is mondjam, szabályrendszere dönti el, de itt nincsenek nagy különbségek nemzetközi tekintetben. Azt gondolom, hasonló esetben mi is egy ilyen mértékű óvintézkedést tennénk. Az egy teljesen más jellegű kérdés, hogy ennek nem a közvetlen károkozása, mert 9000 pulyka darabonként egy 1500 forintos áron könnyű kiszámolni, még 20 millió forint kárösszeg sincs, és ezt a kárt természetesen a telep tulajdonosa, a pulykahízlaló gazda vagy gazdaság ez 100%-ban megkapja. Az igazi nagy kár az az úgynevezett származtatott kár. Azok a károk, amelyek az óvintézkedések hatására a nemzetközi kereskedelmi forgalmi korlátozások következtében állnak be. Ennek a mértéke országosan el fogja érni, sőt meg fogja haladni a 3 milliárd forintot. Csak érdekelne még engem az, hogy indokolt-e az, hogy ugye egy pulykatelepen találták a madárinfluenzát meg, hogy akkor az összes baromfira vonatkozzon ez a tilalom? Önmagában, mint minden ilyen dolgot, ezt is túl reagálja a világ. Én azért elmondanám, hogy ezt a madárinfluenzát nem az elmúlt 5-10 évben találtuk föl, vagy találtuk meg. Ez valószínű idősebb ez az influenza vírus, mint az emberiség. Ez mindig volt, vadmadarakkal hurcolták tovább országról országra. És megmerem kockáztatni, hogy 50 meg 500 év múlva is lesz. Az, hogy egy gazdasági állományba ez bekerül, és pontosan a vadmadarak kapcsán, ez nyilván összefügg az éghajlat, és főleg az évszakkal, mert tavasszal délről északra vonulnak a vadmadarak, ősszel esetünkben éppen fordítva. A túlreagálásnak ez a mértéke, az különösen azért jogos kérdés, mert ma már ez köztudott, hogy ennek emberre, humán egészségügye semmilyen befolyással nincs. Ez a vadmadarak betegsége volt, az is marad. Ez egy viszmajor helyzet. Ez egy olyan viszmajor helyzet, amit azt gondolom, hogy kezelni kell, mert nem csak a Mastergood Kft.-nek a termékeit tiltották ki 4-5 országból, hanem a tőlünk délre, nyugatra, északra lévő 200-300 kilométerre lévő más komoly vágófeldolgozó üzemek termékei is ugyanígy jártak. Semmit nem tehetünk róla. Ha igazából el lehetne dönteni, hogy mi a nagyobb kár, ez a több milliárd forintos járulékos vagy ilyen származtatott kár, vagy pedig az, hogy uram, bocsánat, még óvintézkedésként további körzetekben véd és megelőző óvintézkedésként még írtsunk ki több ezer vagy több tízezer madarat, én biztos, hogy az utóbbira szavaznék. Egyébként minden rendszerű, vagy mindenféle fajta rendszerű baromfi tartásba bekerülhet ez a vírus? Alapvetően nem. Nem véletlen az, például az sem, hogy én itt vagyok, nem csak azért, mert Szabolcs megyében élünk és dolgozunk, hanem az ország legnagyobb csirke profilú vállalkozása a miénk. Minden harmadik csirkét mi tenyésztünk és mi vágunk le Magyarországon. Igazából 10 évvel ezelőtt vált ismerté
egy akkori média kampány, egy felkapott hisztéria következtében, hogy jó, létezik madárinfluenza, akkor egy egészen más tálalásban, kisebb fajta hisztériát is keltve került ez a médiában, de igazából olyan baromfi félékben, mint például a csirke, ahol szigorú zárt tartás van, nagyon komoly higiéniai beléptető rendszerek vannak, ahol a személyforgalom, a járműforgalom nagyon szigorú szabályok szerint van előírva és be is van tartva. Ezekbe a telepekre, ezekbe a farmokra nem tud bejutni a vírus. Tavaly például egy kacsafarmon ütötte a fejét, 8-10 évvel ezelőtt pedig szintén csak kacsák és libák estek úgymond áldozatul. Igazából mégis egy olyan vétlen ágazat, mint a csirke ágazat, egyfajta elszenvedője ennek a mostani skandalumnak. Milyen országok léptek rögtön? Hová nem lehet vinni a baromfit sem? Az úgynevezett állategészségügyi kötelező bejelentés és az ezt kiváltó nagyon gyors alarmreakció következtében kitiltották Magyarország összes baromfi termékét Japánból, Dél-Koreából, Dél-Afrikából, azt gondolom, hogy Kanadából. Egyedül Hongkong az, amelyik úgynevezett regionalizációt engedélyezett. Ez azt jelenti, egyébként nagyon helyesen, hogy Hongkongban úgy látják, ha Békés megyében volt madárinfluenza megbetegedés, és azt ott igazoltan föl tudták számolni, akkor a Békés megyén kívüli települések akár 50 vagy akár 150 kilométerről minden továbbiakban lehet szállítani baromfi termékeket. De még csak a sor elején vagyunk. Sajnos még az Európai Unióból nem érkeztek meg a válaszok. Az önök szállítmányát is visszafordítják honnan? Nekünk úton vannak konténereink Dél-Afrikába. Egy konténerről azt kell tudni, hogy 25 tonna fagyasztott baromfi van benne. Úton van konténerünk Kanadába, és úton van Japánba. Jelen pillanatban az úton lévő konténereket, majd 2-3-4 hét múlva, amikor azok megérkeznek a célország kikötőjébe, egy gyors visszafordítással azonnal ki se engedik pakolni, azonnal átrakják egy visszafele induló hajóra, és több mint 60 millió forint költséggel ezek a konténerek visszaérkeznek hozzánk, és ezzel még a mi kárunknak nincs vége. Mert ezt a terméket haza kell hozni az üzembe, ezt át kell csomagolni. Ezt egy egyszerű magyar vásárló fogyasztó is el tudja képzelni, hogy akinek japánul, koreaiul vagy angolul van fölírva a termékre, annak a terméküzenete, a termék megnevezése, azt nem adhatom el belföldön, vagy nem adhatom el Európában, és meg mindig nincs vége a káresemény felszámolásnak, meg az átcsomagolás költségein kívül még meg kell keresnem azt a vevőt, aki alig várja, hogy egy világot látott terméket megvásárolja. Egyébként ez a szállítmány értékesíthető, vagy újraértékesíthető? Hát ennek az ég adjat a világon, semmi baja nincs. Azon kívül, hogyan, hogy hét országot bejárt. Hogyan oldható föl, vagy hogyan oldódik majd föl ez a tilalom? Országja válogatja. Általában az a gyakorlat, hogy megtörténik egy bejelentés. Ez ugye november 3-án történt. Ha nincs további káresemény, tehát magyarul ez volt az első és az utolsó bejelentés, akkor megvárják az országok, amíg Magyarország igazolja, hogy felszámolta a madárinfluenza gócpontot. Ennek a dokumentáció önmagában egy 15-20 nap. Ezeket a dokumentumokat kiküldi az adott ország állategészségügyi szakhatóságának, az ránéz az órájára, de inkább a naptára, és azt mondja, hogy van 90 napom, hogy válaszoljak rá. Nem, hogy feloldjam, hogy válaszoljak rá. Ezért sajnos ennek van már egyfajta kialakult gyakorlata,
hogy inkább 5 vagy 6 hónap, mire a következő szállítmányt föl lehet adni, ahhoz képest, hogy ez a bejelentés megtörtént. Tehát ez óriási veszteség. Itt a hazai vállalatok nagy részének ezt el lehet mondani, hiszen ez mindenkire vonatkozik most már ez a tilalom. Minden baromfival foglalkozó vállalatra, feldolgozóra. Szeretnének-e valami kártérítést, vagy mi a tervük ágazati szinten? Én azt gondolom, hogy eljött az ideje, hogy erről őszintén és tárgyilagosan beszéljünk elsősorban a szaktárca vezetőivel, amire holnap fog sor kerülni, ezért is utazok Budapestre holnap többet magammal, hogy ezt tisztázzuk, ugyanis ez egy olyan viszmajor helyzet, amiről semmi sem a más olyan vétlen feldolgozók, akik hasonló káreseményt szenvedtek, nem tehetnek, és azt gondolom, hogy a normális logika szerint is valamiféle kompenzáció, valamiféle kárenyhítés jár. Hát ez nem úgy keletű ötlet. Hát ha egy gazdaságot elver a jég, vagy egy olyan aszály sújtja, akkor egyfajta kártérítési alapból, egyfajta kompenzációs rendszeren keresztül igyekeznek megsegíteni, igyekeznek egyfajta könnyítést adni azoknak a vállalatoknak, akik nehéz helyzetbe kerültek. Itt vissza szeretnék térni hangsúlyosan, országos szinten 3 milliárd forint nagyságrendről beszélünk. És akkor ennek a végét még nem látják, hiszen ez hónapok kérdése lehet, hogy feloldják ezt a tilalmat. Köszönjük szépen, igazgató, hogy eljött hozzánk. Kérem.